A tesztüzem után már hivatalosan is átadták az EGRI stadion atlétikai pályáját és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket. A Magyar Atlétikai Szövetség, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a város közösen finanszírozta a projektet, amelyre 350 millió forintot fordítottak. Birtokba vették a sportolni vágyók, többek között a sportiskola diákjai, a 350 millió forintból felújított Szent Marjai Tibor városi stadion atlétikai pályáját. Az 1954-ben átadott sportlétesítményen az elmúlt 64 év alatt csak állagmegőrzés történt, épp ezért volt időszerű, amíg tavaly elkezdődött felújítás. Így méltó helyére került az atlétika városban, köszönhetően a Magyar Atlétikai Szövetségnek, a Magyar Diáksport Szövetségnek és az EGRI önkormányzatnak. Összesen 5500 négyzetméter rekordtemburkolatot helyeztek el, kialakítottak két távolugró gödröt, magas és rúdugró helyet, a salakos játéktéren két dubópályát, 105x68 méteres labdarúgó pályát, labdafogó hálóval és kispadokkal, valamint világítással. Habis László az átadón elmondta, nem kell több imát elmondani a stadionbáli rekordtempájáért a Bazilikában. Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Atlétikai Szövetségnek, különösképpen Gyulay Miklós elnök úrnak, aki bízott bennünk, bízott az EGRI önkormányzatban, és bízott azokban a partnerekben, akikkel ez a komplex atlétikai fejlesztés megvalósítható volt. A tavalyi döntés, illetve az idei döntés a szövetségnek azt eredményezte, hogy nettó 250 millió forint értékű támogatást kapott ez a létesítmény, és hát a végeredmény itt a futós ugrópályákkal és világítással és minden egyébbel és nagyon komoly eszközbeszerzéssel együtt látható. Olyan szempontból is úgy gondolom, hogy különleges eredményt értünk el, hogy Adler Ildikó alpolgármester asszonnyal együttesen azon dolgoztunk, hogy próbáljuk meg összehozni a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség pénzügyi forrásait és fejlesztési lehetőségeit, és hát ez is sikerült, ennek megfelelően újult meg itt a Center pálya, és a Felsővárosban is fejlesztések indultak. Egyszerre értékőrzés és egyszerre fejlesztés, ami történt, fogalmazott Nyitrai Zsolt, Egeri térsége országgyűlési képviselője. Magyarország kormányának hármas célja van a sport területén. Az első, hogy minden magyar gyermek rendszeresen sportoljon, sportolhasson. A mindennapos testnevelés bevezetése ezt elősegíti, a helyi adottságok is egyre inkább nyitottak és ebbe az irányba mutatnak, de addig is köszönjük meg a diákok és a testnevelő tanárok türelmét. Mára elmondhatjuk, hogy 1.200.000 gyermek sportol Magyarországon minden nap. 2010 óta megduplázódott, 250.000-ről 500.000-re nőtt az igazolt sportoló gyermekek száma az országban. A második nagy cél a sport területén az infrastruktúra fejlesztés, hogy aki sportolni akar, az normális és modern körülmények között tehesse azt. Új tanuszodák, tornatermek, tantermek, iskolák épülnek országszerte. Szép példája ennek a mai nap is. Tisztelt ünneplők! A sport területén a harmadik nagy cél az, hogy Magyarország, hazánk minél több rangos nemzetközi versenynek adjon otthont, ezzel is bizonyítva alkalmasságunkat és jó szervezőképességünket. A sport a polgárosodás egyik alapja, ezért is fontos, hogy helyben is megadjuk azt, ami jár neki, ami jár nekünk. Az EGRI a tizedik olyan létesítmény, ami a Magyar Atlétikai Szövetségnek köszönhetően újult meg az elmúlt három évben. A Magyar Atlétikai Szövetségben tényleg komolyan gondoltuk azt, amit a magyar kormány is komolyan gondolt, és az adófizetői pénzt, a közpénzt, azt próbáljuk tényleg olyan dolgokra elkölteni, ami egy adott régióban, vagy egy megyejogú városban, vagy egy nagyobb városban tényleg a közjót szolgálja. Így tehát, ahogy ezt elnök úr is elmondta, ez a műanyagborítású pálya, ez nem feltétlenül csak az elit atlétáknak épült, hanem Eger város minden polgárának, minden lakosának. És ahogy ezt az információkból hallottam igazgató úrtól, gyakorlatilag amióta rá lehet menni a pályára, azóta itt nagy üzem van, és nagyon komolyan használják
használjátok a létesítményt. A fejlesztések nem érnek véget. A stadion és a felsővárosi sporttelep együttes rekonstrukciójára 2,3 milliárd forint fejlesztés keretében nyílik majd lehetőség a közeljövőben. Rajt!